Világviszonylatban is jelentősnek számító laboratóriumi műszereket adományozott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház részére a Bige Holding csoport. A készülékek alkalmasak az új koronavírus fertőzés gyors kimutatására. Minél többet mérünk és minél többet tesztelünk, ezt nálunk hozzáértő emberek jobban el tudják mondani, annál kevesebb esélye van, és annál gyorsabban lehet megállítani a járványt. A járvány mögött, amit én látok, az egy óriási gazdasági válság lesz a világban, amit jól lenne elkerülni. Már amennyire lehet. Tehát én ennyivel tudtam segíteni, ezt én jó szívvel adtam a nyíregyházi kórháznak, mindig is jó szívvel adtam meg a nyíregyháziaknak. Az adományozott készülékek értéke 67 millió forint. Egyes számmal beszélünk műszerről, de valójában két műszer érkezett a laboratóriumunkba, és két hónapra elegendő tesztmennyiség, ami szerintem hangsúlyozandó. Mert ez a készülék, bár látszik az asztalon, hogy nem nagyon, mint az otthonunkban levő kávéfőző, de a benne levő tudás az pont annyival több, mint amikor először iPhone-t vehettünk a kezünkbe. Abba benne van egy tévé, abba benne van egy számítógép, abba benne van adott esetben kamera, fényképezőgép, nagyon sok minden más. A miniaturizáció technológiai csodája az, amit teszi drágává ezt a készüléket és a teszteket is.